Sziasztok! Na most ez egy nagyon különleges videó lesz, ugyanis egy igazi szívügyemről, az állatvédelemről lesz szó, melyben a Noi állatotthon lesz a segítségemre. Összeraktam nekik egy kis csomagot is, hogy ezzel is támogassam a munkájukat. Ha szeretnétek többet megtudni egy menhely munkájáról, vagy hogy hogyan fogadhattok örökbe egy kis állatot, akkor nézzétek meg ezt a videót! A Noi Állatotthon Alapítvány az ország legnagyobb állatotthonaként 1992 óta segít a bajba jutott, megkínzott, balesetet szenvedett állatokon közel 8,5 hektáron. Jelenleg 1200 állatról gondoskodnak, körülbelül 30 különböző fajról. 2006 őszétől boxer fajta mentőcsoportot is üzemeltetnek, emellett angol bulldog, francia bulldog, káné korzó, illetve csau-csau fajta mentőcsoportok is alakultak. Évente nagyjából 1000 állatot tudnak megmenteni és szerető, gondoskodó családhoz segíteni őket. Az otthonban vadon élő állatok mentése is zajlik, így az ide látogatók nem csak a háztáji kedvencekkel, hanem egzotikus szépségekkel is találkozhatnak. Az örökbefogadás menete igen szigorú. Többször is el kell jönni, hogy jobban megismerkedjünk az állatokkal. Ha van saját kutyusunk, azt el kell hozni, hogy megismerkedjenek, mielőtt hazavinnénk az új kedvencet. Mindenkivel szerződést kötnek, melybe beletartozik elő- és utókontroll, sok állatot például ők visznek házhoz. A kis kedvencek oltva, csippezve és ivartalanítva hagyják el a menhelyet, illetve a fél év alatti kölyköknél szigorú ivartalanítási kötelezettség van. Az alapítvány egyik legfontosabb alapelve, hogy minden élőlénynek joga van az élethez, ezért egyetlen állatot sem altatnak el. Az állatotthon sajtos munkatársa Schneider Kinga segített, hogy jobban megismerjem a folyamatokat. Ő mondta el például azt is, hogy ha esetleg örökbefogadásra adjuk a fejünket, jól gondoljuk meg, hogy az életünkbe pontosan milyen állatot szeretnénk, és ha mégsem menhelyet választunk, akkor egy olyan tenyésztőtől vásároljunk kutyust, aki törzskönyvvel és megfelelő papírokkal adja nekünk oda a négy lábút. És hogyan tudtok segíteni? Segíteni adományokkal tudtok, például pénzbeli támogatással. Az állatorvosi költségek igen magasak, emellett a négylábúak fenntartása, etetése is komoly összegekbe kerül. Tárgyi adományokkal kapcsolatban folyamatosan találtok tájékoztatást az otthon honlapján, illetve a közösségi oldalaikon is. Itt leírják pontosan, mire is van szükségük. Önkénteskedni is tudtok, például szombatonként kutyasétáltatással is támogathatjátok őket. Fontos, hogy nem csak fiatal kutyusokat és cicákat tudtok magatokhoz szoktatni, hanem a középkorú, de akár egy idősebb állat is könnyedén beilleszkedhet a családba. A Noi Állatotthon örök létgaranciát vállal az állatai iránt, tehát bármikor az élete folyamán bajba kerül, hozzájuk visszajöhet. Magyarországon rengeteg árva négylábú várja, hogy egy szerető gazdi örökbe fogadja, szóval mielőtt családalapításra adjátok a fejeteket, mindenképp nézzetek be egy menhelyre, hát ha megtaláljátok álmaitok négylábúját. Ha pedig szeretnétek segíteni a Noi Állatotthonnak, akkor a honlapjukon megtalálhatjátok, hogy pontosan mire is van szükségük. Hamarosan pedig újra találkozunk, addig is sziasztok!